pillanatokon belül érkezik hozzánk Táncos Zsolt, az Eszterházy Károly Egyetem televíziós műsorkészítő szakos hallgatója, aki nemrég Elfeledett Eger címmel készített kisfilmet a megyeszékhely üres utcáiról. A beszélgetés előtt megmutatjuk a munkáját. Közben megérkezett hozzánk Táncos Zsolt, a kisfilm készítője. Szeretettel köszöntünk a stúdióban. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Először is engedd meg, hogy gratuláljunk, hiszen körülbelül 2 hete tetted közzé ezt a videót, és azóta több mint 3000-en látták. Mesélj egy kicsit a készítéséről. Hát az eredeti elképzelés alapján éjfél körül szerettem volna forgatni, hogy üres utcákat tudjak dolgozni. Viszont akármennyire is próbáltam utána járni, nyomozni, e-mailezni, nem sikerült sajnos ilyen kijárást igazoló papírt szereznem, így 8 előtt kellett forgatnom minden szabály betartásával, amit úgy tettem meg, hogy 8 előtt körülbelül 1-1,5 órával nekivágtam a városnak, mindig másik szegletének, hogy így beosztottam magamba, hogy nagyjából a belváros részt le tudjam fedni. És mivel elég kevés időm volt forgatni, tehát körülbelül egy napi szinten egy óra volt az, ami rendelkezésemre állt, abból kifolyólag, hogy ugye oda kellett érnem, haza kellett érnem, így 5 vagy 6 éjszakán keresztül, vagy estén keresztül történt a forgatás, hogy elegendő anyagot gyűjtsek a videó összeállításához. Mi volt a benyomásod? Milyen számodra ez az elnéptelenedett Eger? Hát eléggé kicsit ilyen világvége hangulatú számomra, kicsit elkeserítő, ezért is próbáltam úgy hangolni a videónak a színeit, a hangulatát, hogy ezt, ahogy én ezt megálmodtam, ezt nagyjából át is adja az embereknek. Mennyi utómunkát igényelt egyébként ez a felvétel? Hát fényeléssel és színkezeléssel elég sokat foglalkoztam a végén, ugye, hogy megteremtsem ezt a fajta kicsit ilyen hideg színek, ezt a zord hangulatot megadja az egésznek. Mert ugye a közvilágítás az eléggé ugye ezt a meleg, sárgás vonalat követi, viszont ez nem lett volna megfelelő számomra, így mindenképpen alkalmaznom kellett
hogy az általam kívánt hatást elérhessem. Továbbá a vágás eléggé elhúzódott, ugye én egyetemista vagyok, és emiatt ugye bejöttek a beadandók, a vizsgaidőszak, és így egészen nagyon eltolódott az egésznek a folyamata. Azonban így összességében nagyon meg vagyok elégedve vele. És ez is egy beadandó munkád, vagy ez egy önálló projekted? Ez egy maximálisan önálló projektem, ez nekem jött az ötlet egyik éjszak, amikor kint ácsorogtam az erkélyen, akkor jött egy ilyen ötlet, mert arra lettem figyelmes, hogy annyira elcsendesedett a város, amit egyszerűen még nem hallottam, nem hallottam még egyszer ilyet előtte, hogy ennyire ne legyen alapzaja. És jött bennem egy ilyen normális, szerintem egy emberi kíváncsiság, hogy nézhet ki ilyenkor a város, és beszerettem volna menni, hogy ezt az atmoszférát, ezt az egész hangulatát átérezzem, viszont mivel sajnos ezt ugye nem tudtam megtenni, így úgy voltam, hogy akkor maximálisan rámegyek arra, hogy az embereknek át tudjam adni ezt az érzést, hogy az én fejemben hogyan nézett ki az, hogy milyen lehet ilyenkor a város. Bár említetted, hogy nem egyetemi beadandó, de mutattad esetleg az oktatóidnak, vagy kaptál erre visszajelzést? Igen, küldtem, és kaptam is nagyon pozitív visszajelzést, hogy nagyon jó lett, nagyon büszkék rám, és innen is köszönöm szépen. Vannak a városnak olyan terei, zugai, amelyek a kedvenceid, vagy ahol különösen szívesen forgatsz? Hát igazából a videónak is az egyik kedvenc része számomra az a legvége, a Szépasszonyvölgyi rész, ami egy picit később lett forgatva, mint a többi, mert az elején nem szántam rá magamat igazából, hogy kimenjek, mert nem tudtam, mit fogok látni, nem tudtam, mennyi időm lesz az egészet megcsinálni, és végül is úgy voltam vele, hogy akkor most már maximálisan rámegyek arra, hogy tényleg Egernek a legnépszerűbb, legikonikusabb részét bemutassam, így talán a Szépasszonyvölgyi rész volt a kedvencem. És miért választottad egyébként a televíziós műsor készítő szakot? Hát mondjuk azt, hogy a sors hozta így, mert eredetileg nem erre a szakra mentem volna, másiknak jelöltem meg, viszont most így átgondolva, meg hogy így benne vagyok ebben az egészben, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon örülök, hogy így történt, mert úgy érzem, hogy egy olyan képzésbe veszek részt, ami számomra jobban megfelelő. És olyan embereket ismertem meg ennek, vagy ezáltal, akiket valószínűleg nem állt volna lehetőségem, hogy megismerhessem. És a járvány időszaka alatt hogyan dolgoztok? Mert ugye azért ez mégiscsak a személyes kapcsolatokon alapul ez a szak. Hát ez egy maximálisan gyakorlatorientált szak, tehát hát eléggé nehézkes. Ugye itt most van egy elméleti része, amit az első két hónapban átvettünk körülbelül, amíg bejártunk, és sajnos amikor oda jutottunk volna, hogy akkor mindenki fel van készítve elméletileg, és mehetünk ki gyakorlatra, és akkor kimegyünk forgatni, meg akkor beledobnak minket ebbe az egészbe, akkor jött ez sajnos, hogy otthonról kell ezt csinálni, és ugye mostanában csak az elméleti részére tudunk rámenni. Tehát például a tévés részen, ugye nagyon ez a ilyen stúdiós dolog, ott különböző magazinműsorokat, hírműsorokat kell összehasonlítani, elemzést írni róla. A ilyen operatőri, mozgóképes dolgokra pedig barandókat kell csinálni, hogy eddig is, viszont most ugye nincsen már személyes jelenlét, tehát csak a barandóink azok, amik mennek. Ez lehet egy videóklip, egy általunk választott zenére, vagy egy reklámanyag, amit ugye azt hoztam is, egy reklámvideómat. Úgyhogy igen, úgyhogy így le a kalappal tanálnak, hogy így miért tudták oldani. És egyébként egy ilyen gyakorlati beadandóhoz hogyan kaptok segítséget az oktatóktól, vagy kaptok egyáltalán? Hát kapunk természetesen, mert ugye például online formában egy órán elmondják, hogy ezt hogy szeretné látni, hogy esetleg valamiben nem vagyunk biztosak, akkor lehet kérdezni, de ugye sajnos nincs meg az a jelenléti, az a csapatmunka, aminek az egész tévés résznek a lényege lenne, hogy csapatba dolgozzunk, meg gyakorlatozzunk. Tehát kapunk végül segítséget, de nincs meg az, hogy a tanárnak a szemébe tudok nézni, és akkor már az kifejezésében látom, hogy balra vagy jobbra, így kicsit magunkra vagyunk hagyva ezen a téren. És milyen terveid vannak még? Hát először is elvégezni a szakot, utána pedig szeretnék valamilyen televízión elhelyezkedni, ahol tapasztalatokat tudok gyűjteni, és hát kiderül, hogy mit hoz az élet, egy nyitott vagyok bármire, tehát mondjuk egy valamilyen filmnek a forgatásában, vagy például nagyon szeretnék majd végkifejlentként vállalkozni,
és akkor ő megrendelésre készíteni, tegyük fel, hogy képeket vagy videókat, vagy bármilyenféle egyéb munkát. Van esetleg elképzelésed, hogy hírműsorokban inkább, vagy beszélgetős műsor, közéleti magazinműsor, melyik az, ami téged jobban vonz? Teljesen nyitott teljesen vagyok. Mindegy. Én teljesen nyitott vagyok bármire, én kezembe fogom a kamerát, vagy a vágóasztalnál, bármilyen szeretnék elhelyezkedni, tehát nekem bár mindenhol szeretnéd kipróbálni magad, igen. Igaz? Bár említetted, hogy az elméletet vettétek főleg az első fél évben, de esetleg ott van a Líceum Televízió. Oda sikerült bejutnotok, kicsit szétnézni, hogyan működik ott a munka. Igen. Csak sajnos ugye 2 hónap alatt ugye nem lehet átadni egy fél évnyi dolgot, vagy tananyagot, úgyhogy be tudtunk jutni, és nagyon is élveztem, hogy belátni az egészbe, hogy hogyan van felépíteni egy műsor. Az ember ugye ebben nem lát bele, amíg nem megy mögé egy ilyesminek, hogy tényleg mennyire nehéz az, hogy mennyire ki kell mozdulnia a komfortzónája az embernek, például itt a tévézésnél, hogy nem tudja, hogy milyen alannyal fog találkozni, milyen terepen fog forgatni, tehát mindig valami új, nyitottnak kell lenni, véleményem szerint. És eszközökkel esetleg segítenek benneteket, hogyha kaptok egy gyakorlati feladatot? Maximálisan, tehát hogyha valakinek nincsen kamerája, akkor az tud bérelni díjmentesen, ha valakinek világítás kell, abban is tudnak segíteni, tehát igazából vannak eszközök az egyetemnek. Ez csak azon múlik, hogy ha valakinek nincsen, akkor igazából csak kérni kell. És ugye fotózással is foglalkozol, ott milyen témák érdekelnek leginkább? Hát mostanában ugye, hogy ilyen helyzet van, nagyon elmentem ilyen nagyon túlszaturált mély színek, mint ami a videó is átad. Nagyon szeretek portrét fotózni, de ilyen, hát ez a ilyen városi fotózás, vagy street photography névre hallgató. Ezt is nagyon szerettem, mert ez egy nagyon-nagyon ilyen, hogy mondjam, csak úgy jön. Tehát megy az ember és csinálja. Tehát, hogy nem kell annyira rákészülni. Nem szeretek, hogy nagyon rákészülni a dolgokra, hanem hogy átadja magát az ember ennek az érzésnek, és egyszerűen jön. Hát nagyon sok sikert kívánunk a továbbiakra, és köszönjük szépen, hogy bejöttél. Köszönöm szépen a meghívást.